Ennyit akartam elmondani, mondom, olyat nem lehet mondani, egyetek hadállat, bűnödő, sebregék, karolít a fényben. Akkor az legyen már végre, nem megyünk haza, addig, amíg ez az illegitim, magyar ellenes, mocskós országgyűlés fel nem oszti. Tudjátok, hogy én nem nagyon látom megoldásnak az elrontott választásokat, hogy a Fideszre lehet szavazni, még a Jobbikot sem tartom megfelelő megoldásnak, én rendszerváltást szeretnék. Kutaházi Gyurinak is nagy mértékben igaza van, nem lehet az ember felszólítás nélkül lefújni könyvgázban. Magyarországon nincs köztársaság, nem is volt soha! A köztársaság egy közakaraton alapulik, a közakaraton megtanítottak. Jelentkezzen az, aki fölhatalmazta a szűrös Mátyás, hogy kikiáltsa a köztársaságot. Itt minden hazudik. Igen, mert köcsög, mi nem vagyunk köcsögök. Azért már a Budaházi ne köcsögös, a köcsög ő. Mi szeretünk mindenkit, de nem vagyok köcsög. Az, amit tűveltek, hogy lefújták a csapcsot, mentem a rendőrre, és megmondtam, hogy biztonság. Azt, hogy én nem tartják a kapcsolatot, ezt nekem nem mondja. Te magyar ember vagy, neked kell azt tenni. Meg kell várni a Orbai Krisztinát, Bonagabit. Nyugi, nyugi! Azok, akiket most alaposan el kéne verni és elkergetni az országból, nincsenek itt. Kérlek, ne kiabálgassatok itt előttem. Aki ivott, az nem jöhet soha a mikrofonhoz. Ezt mindenkivel meg kell értessem. Egyszer mondom ki, többet nem. Aki ivott, ide nem jöhet. Itt nincs zsidózás, nincs cigányozás. Itt gazemberek vannak, akik ellen küzdünk. Az, hogy köztük sok zsidó származású van, ezt tudjuk. Ők az a igazi antiszemiták. Aki azt szeretné, hogy a magyar gárda visszajöjjön, az most induljon el itt végig, és menjen a buszokhoz, mert el fogunk menni. Mert mi nem balhét szeretnénk, mi nem verekedést szeretnénk a rendőrökkel, hanem azt szeretnénk, hogy a magyarok végre megélhessenek. Még egyszer mondom, egy kicsit erősebb a hangom. Aki azt szeretné, hogy a gárda visszajöjjön, menjen az Alkotmány utcába és hívja őket ide. Yeah.
fog... Éljen a gárda! Éljen a gárda! Éljen a gárda! Világegyetemen akatos voltam, de nem! Világegyetemen akatos voltam! Nem szabad a dolgokat! Édes drága! Elmondni, mi az én elemérdem? A nagyon keménye, nagyon nehéz körülmények között alakult meg, és nagyon nemes célokat szolgál. Na most nem 5 perc alatt szétverik ott, sörös üveggel meg ilyen részleg nyomjátok, hát nem adhatja nevét. Holnap a média keresztüsében ő van, Csadraskovics, ő fogja, őt fogja először foszlatni. De többen vannak mellette, többen vannak mellette. És ki a Draskovics, mit látja Draskovics? Többen vannak mellette. Ki a Draskovics, de csak azt hiszem, tudod hányan vannak itt az utcán, hogy szétverjenek, arra várnak? Tudod mennyien vannak? Majd 14-én jöjjünk el. Akkor jöjjünk el, és akkor nem mernek ütni. Most mernek ütni. Gyerekek, észre kell csinálni. Nekem gátfűtésem van, le fogják vonni a támogatást, miért föl? Úgy, hogy állhat a Saudiba ül, hát üljön a kurva anyjába, leállhat a Saudiba. Úgy, hogy ne szorítják a népet, hát akkor miért ne lehet a gyak, Itt kellene mindig, tehát nem a villamossal vagyunk, meg gyerekek, ezeket kell elfogadni. Hát mi a cikk mindig, hát mindig miért legyünk itt? Egyszer legyünk itt, sokan, és menjünk neki a Ne legyen már! De hol a kurva anyádba még?